Szenzációs sikert ért el a belgrádi Európa-bajnokságon a magyar női vízilabda válogatott, amely a fináléban 9-7-re legyőzte Hollandiát, és az aranyérem mellé megszerezte a riói olimpiai kvalifikációt is. A kontinens bajnok csapatból most Gangula Dina és Kistelegi Hanna jött el hozzánk ma reggel. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Hát tényleg egy óriási, ugyan egy személyes, de mondhatnám, hogy a stábunk tagja is tudnának csatlakozni, nagy taps jár nektek, hölgyek. Lehengerlő volt, lehengerlő, és tényleg az ember, ha úgy visszagondol, akkor még úgy a hatása alá tud kerülni a dolognak. Ti még igen? Tehát még vissza tudjátok idézni ezt a hangulatot? Szerintem mi még nem. Ja. Nem. Hogy nem. Ti még nem? Tényleg igazából szoktuk most már látni kiírva a nevünk alatt azt, hogy Európa bajnokok, de, de én még nagyon nem tudok azonosulni ezzel az egésszel. Hát lehet, hogy csak a pályafutásom után fog tudatosulni bennem, hogy igen, most már azért sikerült valamit elérnünk, hál' Istennek, úgyhogy nem fogjuk úgy befejezni a pályafutásunkat, hogy üres kézzel térünk. Jó, hát én azért azt mondom, lesz még addig egy-két állomás. Ebben én is biztos vagyok. Reméljük, lesz még egy-két emésztendő hasonló cím, akár ennél egy picit lehet lehetőség szerint még nagyobb is, bár ez nem az elégedetlenség, sőt, mit több, ez csak a természetes étvágya, hogy megjön az evés közben. De attól függetlenül azért gondolom, hogy van azért egy elnyújtott eufória, nem? Ami azért így valahogy így körbeleng benneteket, ha így jöttök, mentek. Biztos valami ebből maradt. Bennünk van még, persze. Én bennem sem tudatosult, hogy Edinában sem még. Én is néztem a meccseket, ugye adták a tévében, és így nem gondoltam, hogy én ott játszom, tehát nagyon furcsa ki az, volt. Ki az? Én vagyok? Vagy? Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, de szerintem még senkiben sem tudatosult úgy teljesen. Aha. Jó, hát persze nyilván van ennek egy lecsapódási ideje mindenféle szempontból, meg kell a tükör, tehát kellenek az arcok, akik szembe jönnek és elmondják egyszer, kétszer, százszor, és akkor az ember, ha kicsit abban megfürdik, akkor talán jobban érti, hogy miről van szó. No, hát egy kicsit azért nézzük át ennek a dolgoknak, vagy ennek az egész menetelésnek a fejlődés történetét, mert hát szép keretbe foglaltátok tulajdonképpen a hollandokkal való csatározást itt az EB, ha onnan nézzük, és hát egészen őrült változás ment végbe tulajdonképpen az első meg a döntőbéli csata között. Mi volt ott még? Ott még olyan ébredezési fázis volt, vagy voltak váratlanságok, amit esetleg sikerült teljes egészében kiiktatni a döntőre ugyanennél a csapatnál? Hogy érezted? Annak? Azt gondolom, hogy az első meccs az tényleg egy bemelegítő mérkőzés volt. Kár, hogy volt tétje, bár nem volt olyan hál' nagyon Istennek fontos. Nem volt akkor a tétje, mint az utolsónak, és úgy érzem, hogy folyamatosan javult a játékunk. Míg a hollandoknak pedig inkább azt mondom, hogy az elején kezdtek nagyon jól, és a vége felé pedig romlott a játékuk, és az emiatt sikerült így legyőznünk őket. Ez azt jelenti, hogy esetleg ők pont azt a fajta lélektani, vagy mondjuk mentális együttlétet nem bírták ennek a menetelésnek a végére, ami láthatóan nálatok nőtt, tehát ez az erő, ez kumulálódott szerintem mérkőzésre, legalábbis kívülről én ezt érzékeltem. Én azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusan játszottak az egész Európa-bajnokság során, viszont ugye elérkeztünk a döntőhöz, és ugye mi is meg akartuk nyerni, és tehát nem álltunk oda úgy, hogy hát akkor ők biztos, hogy ők az esélyesebbek, és akkor nekünk semmi keresni valónk nincs ott. És szerintem meg is lepődtek egy kicsit, hogy ennyire nekik mentünk, és kőkemény szorossal felvettük velük a harcot, hiszen azért fizikálisan még erősebb válogatott, az adottságaik is mások, mint nekünk, ugye sokkal alacsonyabbak, kisebb testű játékosok vagyunk. És ennek ellenére nagyon jól működött a szoros emberfogás, és szerintem egy kicsit talán meg is lepődtek ezen. Jó, hát ez ugye úgy tűnik, hogy végül is egy nagyon jó taktikai húzás volt Bíró Attila részéről, amivel ezek szerint, ahogy mondod, sikerült őket meglepni, de én valahol azért ennél sokkal többet érzek ebben a csapatban. Tehát egy kicsit most pörgessük vissza az időt, és nézzük onnan, hogy azért ugye gyakorlatilag egy fél év alatt, ugye a Merész András féle érát követően, hát itt láthatóan újjászületett egy csapat, ami persze most számomra az volt a kérdés, hogy a nettó tudás lett több, nyilván értitek, hogy mire gondolok, tehát mindaz, ami a kezekben, a figurákban és a többi megszületett itt az elmúlt hónapokban, hogy volt valami, ami átbillent, átkattant lelkileg, lélektanilag, tehát mivel volt ez a csapat most láthatóan ennyivel több? Az szerintem az a csapat folyamatosan fejlődött az évek során, csak most csúcsosodott ki. Nagyon jót tett a frissítés a csapatnak, és
tényleg a stáb az mindent beleadott, és ezáltal egy olyan csapatot sikerült összekovácsolniuk, akinek sikerült megnyerni egy Európa-bajnokságot, és ez úgy érzem, hogy már bennünk volt, ezt többen mondták is. Ez nagyon-nagyon érződött már évek óta, tehát hogy azért azt gondolom, hogy méltánytalan dolog lenne, hogyha nem mondanánk el, nyilván Merész András munkája azért nagyon benne van ebben a társaságban, abszolút. És rettenetesen sokat tehetett nyilván hozzá ahhoz, hogy ez a tudás ez így megérlelődjön. Igen, ez tényleg így van, nagyon sokat köszönhetünk neki is, természetesen, hiszen a legtöbb játékos vele dolgozott legalább 5-6 évet, úgyhogy persze neki is sokat köszönhetünk, de ez a bizalom a játékosok felé, Bíró Attila részéről és az egész stáb sorolhatnám, Tóth László, Ács Bertalan, Csernus Imre, ez nagyon-nagyon dobott a csapaton, és hihetetlen önbizalma volt mindenkinek, és szerintem egy pillanatra meg sem fordult senki fejébe, hogy ezt nem tudjuk megnyerni. Tehát tulajdonképpen azért azt mondhatjuk, hogy nyilván azon kívül, hogy kellett egy nagyon-nagyon jó taktikai felépítés mérkőzésről mérkőzésre, mindig az aktuális ellenfelek ellen, ez a csapat mentális erőben volt sokkal több, mint korábban? Igen, úgy gondolom, hogy igen, és szerintem hogy még nagyon nagy változás volt ez, hogy borzasztó nyugodtság áradt a kispadról, az adrenalin mellett, mert iszonyatosan, tehát én ugye ültem kispadon is, és voltam vízbe is, és hihetetlen hangulat volt a kispadon is, és emellett bármikor elment esetleg az ellenfél egy-egy góla, vagy mondjuk az orosz válogatott, hogy kiegyenlített, megmaradt ez a higgadság, és tudtuk, hogy nem, tehát semmi negatív kritika nem fog érni bennünket a kispadról, és szerintem ez mindenképpen egy nagyon jó dolog volt, hogy ezt a higgadságot át tudtuk vinni a vízbe, és okos játékát tudtuk átalakítani. Ez elsősorban az, hogy nem lesz negatív kritika, ez Bíró Attila mondjuk edzői, taktikusi mentalitásával adódik, mert mondjuk ha Csernus Imrére gondolok, és amennyire kívülről ismerem az ő pályafutását, azért neki van egy ilyen földbe döngölő stílusa, de gondolom, hogy itt erre nem volt szükség. Nem, szerintem megtaláltuk azt az utat, ami a sikerhez vezet. Uh-huh. Tehát, amikor kicsit jobban kellett pörögni, akkor azt alkalmazták. Uh-huh. Ezáltal a kispadon lévő edzők is és játékosok is sokkal aktívabbak voltak, amikor úgy érezték, hogy egy kicsit vissza kell venni, akkor viszont azt alkalmazták. Ugye Bíró Attila azt mondta, hogy végül is az egyik igazi nagy fegyvertény ennek a csapatnak a védekezés volt, és hát ez a kapuban kezdődik, mint tudjuk. De ez se érne igazából olyan nagyon sokat, hogyha elől nyilván nem lehetne ezeket a helyzeteket értékesíteni és befejezni. És a számomra az volt az egyik feltűnő dolog, hogy valószínűleg emiatt az megnövekedett önbizalom miatt tulajdonképpen bárkit, bármikor, bármilyen szituációban helyzetben lehetett hozni. Tehát amikor érezhető volt, hogy mondjuk eszeirítenet próbálják kikapcsolni a játékból, és a többi, akkor mindig volt valaki, aki bátran elvállalta a helyzeteket. Hál' Istennek, igen, de ez nyilván abból adódik, hogy Edina fantasztikusan védett, és olyan védelem volt előtte, ami szintén nagyon jól működött, azt gondolom, nagyon jól irányított, és utána szerintem ez már adja magát. Ez most olyan egyszerűnek festített le, hogy gyakorlatilag ennyi egy Európa-bajnoki cím, pedig hát azért hány év munkája és micsoda mennyiségű edzés van benne. Valahogy azonban mégis az eleganciája ennek a mostani győzelemnek az a látható könnyedsége volt most ennek a csapatnak. Ez csak kívülről tölti ennek? Tehát azért belül ez egy harcosabb dolog volt? Hát azért olyan könnyed nem volt, mert azért bennünk volt az elmúlt 10 év, amikor tényleg nem sikerült még ide jutnunk, legalábbis a dobogó tetejére. Úgyhogy azért ez egy nehéz út volt, beleszámítva az elmúlt 10 évet is, de hál' Istennek itt vagyunk. Megérkeztetek ide, és hát nagyon-nagyon megérdemelten. Ez azt gondolom még csak az útnak a legeleje, mert ott van még így az van, olimpia. Úgyhogy ahogy mondtuk a legelején is, ugye nyugodtan szokjatok remélhetőleg majd hozzá egyéb címek elviseléséhez is. Akkor beszéljünk a hozadékáról ennek a győzelemnek, ami szerintem ugye legalább annyira fontos, és hát kár is lenne titkolni, hogy az Európa-bajnokság megszerzésével azért a riói repülőjegy, hogy mint bónusz, azért az nem volt egy olyan nagyon rossz dolog. Ez úgy már azért úgy lecsapódott, hogy ugye itt is, nem azt mondom, hogy voltak kételyek, de hát nem volt annyira könnyednek tűnő ez az út.
Igazából úgy utaztunk ki, vagyis legalábbis én, nekem az volt a célom, hogy a kvóta meglegyen, ugye nagy örömünkre ez a kettő az egyben történt. Igen, hál' Istennek, és amikor megnyertük, lefújták a mérkőzést, akkor nekem nem az, bennem nem az volt, hogy úristen, Európa-bajnokok lettünk, hanem utazunk Rióba. Akkor bajon az előbb esett már. Igen, tehát bennem abszolút ez motoszkált és motivált. Nagyon-nagyon szerettem volna ott lenni, hiszen fantasztikus érzés egy olimpián részt venni, és mondjuk egy viszonylag előkelő helyet elérni. Nagyon bízom benne, hogy ez a negyedik hely éremmé fog változni, vagy váltani. Odaérlelődhet végül. Igen, uh-huh. Igen, és én azt gondolom, hogy ebben a csapatban benne van az érem. Uh-huh. Hát ez most nagyon úgy néz ki, tehát azért azt gondolom, hogy az Európa-bajnokságon az, ahogy ti ezt a címet megnyertétek, ez egyrészt ugye egy felkiáltó jel az ellenfeleknek is, hogy itt egy olyan lelkületű társaság állt össze, most összegyurmálódott, és tényleg olyan leformálódott, amiből nagyon komoly dolgok jöhetnek ki, de hát nyilván addig szintén majd ugye a klub munka mellett nagyon-nagyon sok tennivaló van. Hogy érzitek most, beszéltetek egyetem már arról így a győzelem után, hogy ez valóban milyen potenciált mozgathat meg a csapatban Rióra? Hát még erről nem volt szó tényleg, amit még az elején is mondtunk, hogy még nem nagyon hittük el, és egyelőre nagyon-nagyon sok feladat áll előttünk, ez a klubra szinten, gondolok, persze. Itt az Euroligára, utána még elég sok világliga mérkőzésünk van, ugye selejtezünk, és majd csak utána kezdjük ugye a felkészülést az olimpiára. Az olimpiára. De jó ezt kimondani, úristen! Utána kezdjük a felkészülést, az olimpiára. Oh, igen, az olimpiára. Tehát ennek igen, na, ez is egy olyan dolog, amit meg úgy látom, hogy egy kicsit érlelni kell. Hát ízlelgessétek, hölgyeim, megérdemlitek, ízlelgessétek, fürödjetek ebben a nagyon megérdemelt sikerben. Nagyon jó volt látni, tényleg szívmelengető, lélekemelő, úgyhogy még sok-sok ilyen pillanatot nekünk is, ha lehetek ennyire önző szurkolói oldalról. Gratulálok. Köszönjük szépen.